Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 18 ezer hektáron termesztenek gyümölcsöt. A 12 hektár almás mellett 4 hektárnyi megy és 1-1 hektár szilva, illetve dióültetvényen gazdálkodnak a termelők. Az enyhet délután február végén érkező hideg miatt akadnak olyanok, akik attól tartanak, hogy gond lehet a terméssel. A szakember szerint viszont nem kell aggódniuk a gazdáknak. Elszoktunk ettől az időjárástól, amikor a mínusz 15 fokot is megérhessük a hajnali órákban, és rögtön a gazdálkodók megérnek, hogy itt lesz a világ vége, mert minden lefagyott. Én úgy gondolom, hogy a természetes időjárás az, hogy februárban még előforduljon, sőt, mondhatnánk, hogy várhassuk is, ugyanis a rovar kártevők, ha egy kicsit enyhe időt éreztek a gyümölcsfáknak a déli oldalán, ahol ért a nap, és előbújkáltak, akkor azt most talán ez a hideg idő, mínusz 15 fok elpusztítja. Egyébként a folyamatosan ilyen mínusz 4-5 fokok voltak éjszakánként, úgyhogy azt gondoljuk, hogy a nappali órákban ezek a gyümölcsökben már megindult a netkeringés, illetve a talaj hőmérséklete is nem emelkedett olyan szintre, hogy a gyümölcsfák elinduljanak. Az almafák metszése már decemberben elkezdődött, és a kedvező időjárásnak köszönhetően az ültetvények 80%-án már be is fejeződtek a munkálatok. Így a hideg érkeztével a legtöbb helyen fel is függesztették a fák metszését. Én úgy gondolom, hogy egy-két hét múlva akár be is fejeződhet a metszés. Nagyon előre van mindenki, akikkel szoktam beszélgetni. Sőt, még azt hallom sok gazdálkodótól, hogy ebben a hideg időjárásban az embereket nem is küldi ki, mert nem sürget, most annyira mindenki jól áll a metszésre. Azt hallom vissza, hogy 15-e környékére be fogják fejezni. Úgyhogy egy olyan időjárás volt most a kertészetben, a gyümölcsösökben, hogy ilyen időben, talán ilyen előreadott állapotban a metszéssel még nem is nagyon voltunk. Rácz Imre elmondta, hogy az almatermelők bizakodók a termésmennyiséget illetően. Ahol tavaly kiugró volt a hozam, ott közepes termése számítanak, a gyengébb terméshozó ültetvényeken pedig rekordot várnak a gazdák.